Kerezsi László a Munkáspárt vezetésének a tagja, van rátekintése az országos politikára, és önkormányzati tapasztalattal is rendelkezik, Budapesten volt képviselő. Mutatta be a pártszervezet polgármester jelöltjét, Türmer Gyula, a Munkáspárt elnöke, a hivatal előtt tartott sajtótájékoztatón. 27 év óta a dolgozó ember mellett állunk, az egyszerű emberek, a szegények, a munkások, a dolgozók, az egyszerű értelmiségek érdekeiért küzdünk. Úgy gondoljuk, hogy ez hiányzik a paksi önkormányzatból is. Mi nem tagadjuk, hogy a munkáspárt vagyunk, ezt vállaljuk, és ezt szeretnénk az önkormányzat életébe bevinni. A paksi indulásunkkal jelezzük azt is, hogy mi támogatjuk Paks 2 felépítését. A pártszervezet programjában az szerepel, hogy az ember a legfontosabb tényező, Kerezsi László a paksi embereknek szeretne egy jobb életkörülményt biztosítani, mondta el a sajtótájékoztatóján. Azt is kiemelte, hogy az aláírásgyűjtés során már több polgárral is beszélt azzal kapcsolatosan, hogy mi az igényük. Sok emberrel beszéltem, és a beszélgetés során az derült ki, hogy szeretnének kórházban előbbre lépni, legalább egy szülészet, ha lenne, szeretnék, ha rendezett körülmények között lennének utak, járdák, jók lennének, biztonságosak lennének az átkelőhelyek. Hát szeretnék, főleg a fiatalok, hogyha szórakozási lehetőség lenne Pakson. A rendezvényen azt is kijelentette, hogy fontosnak tartja a személyes beszélgetéseket, legközelebb augusztus 25-én a piac előtt várja a szavazókat. A programjáról és arról, hogy milyen elvek alapján képzeli el Pakson a város vezetését, a párt által osztott szórólapokról és a Munkáspárt újságjából tájékozódhatnak a lakosok.